Ez, a, ez az oldal például hozott -e neked most újat a legvége, meg a basszuson kívül? A dinamika. E, nagyon érdekes, hogy, hogy e, e, én többnyire az első kiadású CD-kről ismerem, vagy erről másolva e, ismerem ezeket a dalokat, amik, amik nem jók. De legalább a csomagolás is ronda. Aztán, aztán megjelent az 2009-ben az első remaster, és, és akkor hallottam úgy igazán 20 év, nem 20, mondjuk 15 év rajongás után először úgy igazán tisztán, legalábbis az én CTS szokott fülemmel ezt meg a többi lemezt is. Aztán jött ez a 17-es új mix, ami meg egészen fantasztikus viszont egyik sem produkálja azt a dinamikát, azokat a hangerő különbségeket, amiket most hallottam, és nem véletlenül. Tehát az az igazság, hogy, hogy nagyon ritkán ülünk le ilyen zenei áhítatra, mm. hogy, hogy tényleg az, hogy leüljön. Múltkor hallottam egy új lemezt, nem is tudom kiét, és közben csak-csak nyomkodtam a telefonomat, meg fontos volt elolvasni valami hírt, és... Tudod te, hogy kiét? Csak nem akarod megmondani. Kiét. Te, <coughs> Te tudod? <coughs> Te nem tudom. Nem, nem, nem. Nem tudom, kiét. Viszont viszont ez a fajta lemezhallgatás, amikor a, a metrón, a főzés közben, a zuhányzás közben meg egyéb tevékenység hallgatom a zenét, egyszerűen nem működnek azok, hogy a Night at Opera a queen volt ilyen, hogy, hogy egyszerűen nem autóban, az, az még egy szokásos zenehallgatós, hallgatós, egyszerűen nem volt élvezhető az autópályán a Bohemian Rhapsody, mert hol nagyon halk volt, és akkor felhangosítottam, hol pedig nagyon hangos volt, és akkor meg neki mentünk a szalagkorlátnak szinte, és e, ilyennek kéne lennie a zenének, hogyha megteremtenénk a zenei áhítatot neki. Viszont az életmód meg olyan, hogy, hogy muszáj picit így össze összéptolni a halkrészeket, felhangosítani a hangosakat, picit kordában tartani, ettől viszont nagyon tökösen szól egyben, viszont nem így szól, mint ez, úgyhogy nekem ez volt a nagy újdonság benne, és ezt a tanulságot viszem haza, hogy ne nyomkodjam a telefonomat, amikor új lemezt hallgatok, hanem üljek oda, és szenteljem oda magamat az előadónak, főleg azért, mert valami ilyesmivel foglalkozom én is, és tök jó lenne, hogyha a közönségem is a takarítás helyett engem választana. Ne kompresszálj annyit, András, légy szíves. A, ugye ez egy, megint egy olyan oldal volt, nem tudom, hogy ne, tehát nyilván, hogyha 500-szor meghallgattad már, akkor ez talán másképp hat. Csak nem tudom hogy egyébként, hogy, szó, szóval, hogy az a jelenség, a gyerekeimmel látom, hogy tapasztalom, hogy amikor meghallgatunk egy nagyon időben korán lévő lemezt, ami forradalmi hatású volt, azt tulajdonképpen igazából nem tudjuk elhelyezni, hogyha nem hallgattuk nagyon akkor, amikor az kijött. Tehát én a Pixar filmekkel látom, hogy hopp egy James Bond, hogy egy Hitchcock, hogy egy Bergman, és akkor tulajdonképpen ebben a Pixar családi mozikban ilyen zseniálisan vannak benne ezek az elemek, hogy amikor ők majd megnézik az eredetit 67-ből, vagy 72-ből, akkor ez nekik nem lesz olyan típusú novum, mert ők már láttak mindent a hihetetlen családban. Példa, például. De hogy a zenével is így vagyunk, tehát hogy igazán elhelyezni egy ilyen albumot, ami ott és akkor szólt, úgy, ahogy vagy így, az nagyon nehéz. Bár teszem hozzá, hogy ugye 2003-ban a Rolling Stone magazin összeállította minden idők minden lemezét, abban az 500-at, és azok között az első volt, a Sgt. Pepper. Viszont egy nem kicsi személyiség mondta, hogy hát ez egy hack album, tulajdonképpen, és ez Casey volt a maga idejében. Aki azt mondta, nekem is volt ilyen, ez a sátán volt ilyen lemezünk, nem sokkal később egyébként, ugye? Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek ilyen hekhaknik voltak tulajdonképpen, úgy tűnik, de, de maradandó élmény lehet. Igazából csak azt szeretném az elejével felvetni, hogy a koncepcióban gondolkodunk, és te egy nagyon tudatosan a dalokról, a dalok sorrendjétől, a koncertjeidről, mint nagyon átgondoltan uh, működő művész vagy. Akkor ezt a B oldal egyes számot te az életbe javasoltad volna, hogy ez a Horizon ez a George Harrison With or without George... you, Horizon Fordal. Túl, túl, túl sok. Túl hamar jön a Star Wars. Meg a Fridláda. Szóval, hogy uh, George harrison dalt, uh, Akit egyébként Frank Sinatra azt mondta, hogy hogy minden idők egy, egyik legjobb dal, szerelmes dalszerzője, teszem hozzá. Bocsánat, csak a hat pontos, itt csak a Something című daró volt, szó, amit ugye Harrison írt, és az volt sinatra a kedvenc Lenon McCartney szerzeménye. Na szóval, hogy még a harmadik ember is ilyen. Ilyen képességű volt, Ugye George Harrison megszállottsága volt ez az indiai, vagy hatása volt ez az indiai történet. Pont amikor ez, ez a lemez felvételek vannak, ők akkor az egész zenekar nagyon beleveti magát az indiai filozófiába, a Krishna mozgalomba, ugye elsősorban George Harrison az, aki ebben élen jár, de aztán belemennek a többi, ilyen is egy gurú egy guru hatása alá kerülnek, vagy hát sokat lógnak együtt, meg tanulnak, vagy nem tudom, mit csinálnak ki is mennek két hétre, szóval sok minden módon lehet azt az együttműködést, sok minden jelzővel lehetne. Illetni a végül az hogy kiszeretnek a történetből, de ez az indiai zenei hatás megmarad. De hogy ez például, hogy nem vágja ki a biztosítékot egy normál esetben? És utána jön a sixty 64. az nagyon mulatságos kontraszt. Igen. Tehát a lehet így kezdeni? Lehet, mert ezt láttuk, de ez egy ilyen antikezdés, nem? sokan nem szeretik ezt a dalt nekem ez az egyik kedvencem erről a lemezről én azt gondolom, hogy szellemiségében abszolút belefér és némiképp azért ahogy itt a két oldal között próbáltam közelíteni ehhez a keleti filozófia a drogok által a nyitás valahogy nagyon összeér Biztos meg lehet. Én ezt a, a, a kettőnek a kapcsolatot ezt nagyjából így e Beatles berkekből ismerem, biztos, hogy számos más megközelítési lehetősége is van ö, ennek, hogy miért akkor ö, hódított teret a, a, a ö, keleti filozófia, a meditáció és a többi ö, Angliában, vagy, vagy, vagy az USA-ban. És ugye ezáltal maga a, a keleti zene is. E, emiatt én azt gondolom, hogy ennek mindenképpen helye van, és szerintem nagyon jó helyen van a lemezen. Tehát nagyon, nagyon tetszik, hogy hogy George várat magára, aki akkor már túl van egy, egy indiai hangszerelésű dalon az előző lemezen. Most egyébként egy másik horizontalt elkezdtek felvenni erre el lemezre. Abba is maradt, és, és kikötött a Yellow Submarine-nek a, a filmzeném, és olyan is, tehát, hogy, hogy ö, ö, többet ér így az album, hogy nincs rajta. És akkor megjelenik, megjelenik ez a dal, szerintem pont jókor, elég hosszú, eléggé nehezen lehet fogyasztani, viszont nekem dramaturgiailag nagyon nagyon kellemes ponton és á, itt van George! őt is ismerem valahonnan. Olyan szépen előkészíti az AOL ezt a nagyobb falatot. Utána a When I'm 64 meg, meg, meg egy könnyebb világba. A... Volt ez a hatodik alkalom, hogy egy korszakalkotó lemezt nézünk. Az, hogy korszakalkotó lemez, az igazából nem az elején fogalmazódott meg bennünk de hogy azok lettek eddig, és azok is maradnak, érzem, hogy két hét múlva Queen lesz, vagy három hét múlva, bocsánat, tehát a 15-én, november 15-e Queen, Queen, természetesen egy Queen fog előadni, német, Juci. Bocsánat, a rossz szó viccért. Melyik lemez lesz? Queen. Queen. Az első. Nem. És. És most nem tudom, mit elkanyarodtam ezzel kapcsolatban, szerettem volna mondani itt a kompozíció van, de hogy nem azt mondtam egyébként, hogy, hogy nem jó, hanem azt, hogy anti. Tehát, hogy eb ezen a lemezen fölrúgják a, a digitális struktúrákat sokszor, radikálisan. Megénekelnek egy posztert 1843-ból, vagy mikorból. Ugye? neki feszülnek ilyen brahíroknak. Egy, egy sor minden történik ezen a lemezen. Egy, e, fölvesznek egy négy sávon egy olyan albumot, amit, amit legalább 24-en kéne. Vagy az ember azt gondolná most utólag, hogy 24, és hogy csoda, hogy megtörténik. E, és az egész tulajdonképpen olyan, mint egy cirkusz. Bár lehet, hogy ezt most azért mondom, mert az a gif nem megy ki a fejemből, ami ott megy végig. De tulajdonképpen, és valamelyik mindig tempóra lépked. Igen, de, de annak tulajdonképpen van egy olyan üzenete, ami szerintem erre a lemezre áll. Minden, minden komoly pillanatával uh, val együtt. Tehát, hogy az egészben van egy ilyen, te használtad azt a szót, végtelenül szab, nagy szabadság. Formával, hangzással, struktúrával, tehát mindent sikerül fel felborítani uh, uh, vele, tulajdonképpen. Néhány dolog még van, amire viszont rákérdeznék nálad. Az egyik a kórus. Ugye te kiváló elsőrangú énekes vagy, uh, aki az egyik hangszered a hangod tulajdonképpen, hogy ez az egész Beatles jelenség zeneileg a, a közös éneklés, a kórusok, meg az ének tudás hol helyezkedik el fontosságban, vagy, vagy, nem is tudom, hogy fogalmazom meg, de hogy a, tehát az ének helye a zeneiségében. Nem vagyok biztos benne, hogy értem a kérdést, de egy énekes zenekarról beszélünk, akik valamilyen az oké. Okay. Szöveges üzenetet adnak át, tehát ilyen formán első rangú dolognak tartom a produkció. Igen, benőr. csak te mondtad, hogy a Lennon Lennonnál van a dalszövegnek értelme, a McCartney-nál meg inkább hangzása. Nem ezt mondtad, de nagyjából ez volt a lényege, ha jól értettelek. Igen, de nem ezt mondtam. Nem ezt mondtad. Nem is ezt akartam. A mondani? hajlandóságra próbáltam rávilágítani, de nagyjából igen. Jó. Hogyha nem tartod a kórus, meg a zenét, vagy az éneklést fontosnak, akkor ezt skippelhetjük is tulajdonképpen. Kíváncsi vagyok a kérdésedre. Tehát... Hát föltettem. Egy vokális zenekarról beszélünk, akik szerintem nagyon jól működtek együtt. Amire vonatkozott a kérdésem, hogy hol helyezkedik ez el. Van egy eszméletlen jó sound, egy eszméletlen jó kifejező előadás. Hányan énekelnek, Hányan énekelnek négyük közül jól? Milyen értelemben jól? Oda akarnék kiukadni valahol, hogy sem Lennon, sem megkártni nem olvasott, nem, olvas kotta, nem olvasott kottát. Tehát ezt a zenei teljesítményt, amit itt hallottunk az előbb, amiben benn volt egy hangszeres, hangszeres játék, ben volt, voltak, nagy, voltak szóló rész, zenei szólók, hangszeres szólók voltak, nagy zenekari, amit nyilván George Martin producer segítségével csináltak, de mégiscsak volt, amit a McCartney vezényelt. Tehát tulajdonképpen, hogy ennek a lemeznek ezen túl, hogy itt nincs egy, nincs egy hangszeres, nem azt mondom, hogy mert tudás van, csak képzett, az a fajta klasszikus akadémikus képzettség nincs. Többek között kottaolvasás olvasás sincs. Ez valami, ez elképesztő. Igen. És ez nagyon tanulságos, tehát ö, ö, zenészeket nyilván ebből az országból ismerek, és ö, és azt látom, hogy hogy nagyon el vagyunk feszülve egyfajta, ö, a tudás az nagyon egyfajta ö, akadémikusságot jelent. És ö, és nagyon kevés teret hagyunk a, az ösztönösségnek. Vagy, vagy a kettő nem jár együtt. És ö, és azt számomra elképesztő, tényleg pontosan ebben az érájában a Beatlesnek, hogy, 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 nem, hogy hátrányuk volt a, az akadémikus szemlélet hiánya, hanem pont az előnyükre tudták fordítani. Tehát ennek ékes példája a Strawberry Fieldsnek a, a, a végső változata, ami tulajdonképpen két teljesen eltérő hangnemű és teljesen eltérő tempójú Éppen befejezett felvételből lett összerakva. Megcsinálták az egyik verziót, amire elfogadták, aztán aludt rá lenon és azt mondta, hogy nem, ő inkább nagy zenekarit akar. Jó, megcsinálták Úgyis, Hát az se tetszett neki. Ő azt mondta, hogy a kettő együtt kéne. Így George Martin -a, a kis nyakkendőjében elegánsan közölte, hogy ez nem fog menni, mert időben és tempóban is más a kettő. És, és addig fantáziált ezen Lennon, de annyira nem volt hajlandó megérteni, hogy ez lehetetlen, hogy de hogyha egy kicsit gyorsítjuk, meg ugye a gyorsítással emelkedik a hangmagasság, a másikat meg visszalassítjuk, akkor hát, talán fog menni, és egész jól sikerült olyannyira, hogy, hogy ebben a formában van vált slágerré, ez a dal. És ez a fajta határtalan fantázia, ami szerintem nagyon példaértékű, mert mert szerintem nagyon sok zenésznél, hogyha ha, 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 ha intelektusból gondolkozol, és nem egy, egy, ártatlan fantáziából, akkor, akkor lehet, hogy a tudás az egy, az egy inkább egy békjó, és, és, nem, nem mersz a kereteken kívül gondolkodni. Zeneileg uh, mit használsz, vagy mit tudom, hogy mit tanultál a Lennon Most be kéne ismernem, hogy mit nyújtam le tőlük, melyik dalban? Uh, én a, amit mondtam az előbb is, hogy a szerkesztésmódot. Tehát nekem az ö, nem véletlen azt gondolom, hogy ők ennyi number one-t tudtak ö, létrehozni. Jó, meg lehet közelíteni ezt menedzsment, meg gazdasági, meg egyéb okokból is, de azok a dalok jók. Tehát nagyon sok, el lehet filozofálni a, erről az albumról, az egész Beatles jelenségről, hogy ö, mikor voltak, hogyan jó helyen, meg milyen történelmi kontextus viszont simán félre lehet dobni ezt az egészet, amellett, hogy szimplán a dalok jók. Jó a szerkesztésmód, jól működik a szöveg a zenére, megjegyezhető a dallam olyan szempontból, hogy, izgalmas hallgatni, várom a következő verszekot, várom a következő zenei textúrát, ami történik popzenei dalszerzésnek azt gondolom, hogy, hogy a bölcsője. Sokan mondják erre az albumra, hogy pop art. Tehát, hogy tulajdonképpen műfajában is, de hogy igazából meg már, már ilyen fél rock, vagy ilyen rock tulajdonképpen rock irányba áll. Utazás, mint oly sok szempontból. Van, ez a lemez, van benne ugye identitás, és utazás. Az állarcokkal, meg a szerepekkel van benne a tudatállapotok szivárványa, utazás. Meg van benne műfaj utazás, meg ők is utaznak uh, tulajdonképpen egy új, egy új megfogalmazás mód felé, meg uh, abban. A, ez a fajta teljes képzetlenség, ez a fajta teljes, uh, vagy azt mondanám, inkább fogalmazunk pozitívan. Tehát, hogy ez a, ez a lemez megtörténhet-e. 2017-ben bárhol a világon. Nem. Nem. Tehát ez a képzetlenség szón is szeretnék fennakadni, mert, mert akadémikusan persze, de nem kell az iskolába járnod, hogy megtanuljál összeadni, meg olvasni. Tehát azt gondolom, hogy ami nagyon jó, visszatérve talán még az előző kérdésre válaszol, hogy itt gyakorlati fejlődésről van szó. Tehát ők azt tanulták meg, abban fejlődtek, ami érdekelte őket, amit az adott dal megkívánt. És, és ilyen formán viszont én nem, semmilyen formában nem mondanám őket képzetlennek. Maximum nem az adott keretrendszeren belül működnek, és ez egy Angoloknál ez egy bevett szokás, és nekem ez izgalmas, tehát töltöttem kint hosszabb időt Angliában, néztem végig open mic és az volt a tanulság, hogy előbb állnak ki gitárral, nagyon magabiztosan, nagyon ö, 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 jól megfogalmazott üzenettel, mint hogy egyáltalán tudnának rendesen egy akkordot is lefogni, és ez valahol tetszik. Szóval ez valahol a másik oldal annak, hogy, hogy az ember körcsöl egy, egy akadémikus ö, szemlélettel, vagy, vagy matematikai értelemben próbálja a tudást felhalmozni. Tehát azt mondod, hogy a közelés vágy az erősebb inger és fontosabb ebben a műfajban, mint mondjuk az akadémikus képzettség. Ö, azt mondom, hogy előfordul, igen. Én ezt láttam. Ö, Válaszol viszont a, a, a másik kérdésedről, hogy, hogy miért nem történhet meg ez 2017-ben. Egész egyszerűen azért, mert sokkal több inger van, sokkal... Ö, 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 nem Tehát alapvetően, amikor szerintem ez a lemez megjelent, akkor olyan nagy kulturális változás volt, ami, ami, ö, ami az egész nyugati civilizáció fiataljaira hatással volt. Ö, technikai fejlődés is uh, akkor ment uh, uh, végbe. A zene pillanatok alatt Love Me Do Tomorrow Never knows -a, uh, uh, nem tudom, uh, random táncdal énekesből uh, uh, cream vagy hendrix szép fejlődött. Pillanatok alatt, három-négy évek alatt, ez elképesztő felfogni. Uh, a drogkultúra is teljesen új volt. Uh, az erre való uh, uh, Kulturális berendeződés, tehát minden, amit, amit ez az album megtestesít, az, az, az kifejezetten akkor történt. Olyan értelemben megtörtént ez az, az album, hogy lehet hasonló jó dalokat írni, lehet hasonló, hasonlóan jellegzetes, izgalmas sound szoundesignt létrehozni ilyen formán megtörténhet. Lehet jobb dalokat írni. Tehát nekem olyan dalszerzés szempontjában nem ez a kedvenc Beatles lemezem, mert, mert maguk a dalok szerintem mondjuk a revolveren erősebbek kompozíció szempontjából. Itt szellemiség van. És, és azt gondolom, hogy nekem legalábbis mind, mind zenészként, mind pedig zenefogyasztóként én azt keresem, hogy mit akart mondani az ember. Mit akar kifejezni az ember? Miért vette a kezébe azt a hangszert? Miért, Miért ezt énekli? Ö, és, ö, és itt nagyon benne van, nagyon együtt jár a jó zenével az az üzenet, hogy itt, itt 1967 van, és mi így érezzük magunkat, vagy a világ így érzi magát. És, ö, és én ezt nyilván csak elolvastam, és, és ö, megmaradt. És ezt kvázi csak a leckét tudom felmondani, hogy ahogy én ezt tudom, ezt ennek a lemeznek pontosan sikerült elérni, ezt a célt. Mondtam, hogy a hatodik alkalommal vagyunk itt, és az az nagyon érdekes, hogy minden a radio egy oké okay computer Mind a Nirvana Nevermind-ja. Mi volt még? Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Köszönöm szépen, zigilemez. lemez. Ah, igen, tehát hogy hogy itt ülünk olyan lemezeken, amit hallgatunk, így megint leesik az állunk, csinálták a semmiből többnyire, vagy, vagy úgy vala, mintha váratlanul csinálták volna, oézisz, és, és tulajdonképpen mindegyikben van valami, valami radikális. És ezek a lemezek pont úgy, ahogy vannak benne a nagyon melodikus, dallamos részekkel, meg a nagyon radikális, akár elidegenítő hatásaikkal együtt írtak egy-egy új korszakot, olyat, hogy, hogy máig hatnak. Ugye a Beatles pont az Oasis-re, az Oasis meg tovább a Cold meg mindenki másra. De hogy, hogy, azt keresjük, hogy mi a közös ebben, és most hogy lehet ilyen albumokat csinálni, és eddig kettő van, amit találtam, és most hozzátettünk ezzel a beszélgetéssel, és egyben meg is erősítetted. Szóval, hogy az eddigi beszélgetések során az, az, az derül ki, hogy hogy, hogy fogalmazom, a közlésvágy, a közlésvágy nélkül nincsen, nincsen, nincsen érvényes hatás, nagy hatás, viszont a közlésben meg, meg elvállalandó egy olyan fajta őszintesség, ami, 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 ami tud vinni magával a formabontást, tudja magával vinni a forma bontását is. És ez a kettő valahogy megy, tehát hogy, hogy lehet tágítani a határokat, föl lehet rúgni, a dramaturgiát, föl lehet rúgni a dalszerkezetet. Hangzásban lehet egy kicsit kekeckedni a hallgatóval. Uh, ez viszont bátorság de kell. Ez, az, ez, tudom, ez a szó. De 2017-ben nem lehet bátornak lenni. Dehogy nem lehet. <laughs> Na jó. Akkor legyen ez a, legyen ez a bíztató szó a végére. Még, haj, még egy kérdés. Múlt alkalommal az Oasis-t hallgatgattuk, és a Morning Glory album, és az, a Szekeres is volt itt, és ő azt mondta, hogy hát ő sok mindenkivel beszélt, de ő is úgy látja, hogy ugye, ő nem tudta átvinni az Oasis szeretetét az ország többi 9,5 millió lakosára. Itt voltunk úgy nagyjából ugyanennyien. De hogy ennek mi volt az oka? és akkor tulajdonképpen a Beatles-hez jutott ki, és mondta, hogy ez az ország nem Beatles, szabatos, tehát zeneileg. Te nem nem arra van fülünk igazából. Akkor mi? Akkor mire? Hát ez jó kérdés, de tulajdonképpen, ha belegondolsz, akkor ebben van igazság. Azt akartam megkérdezni. kérdezni, hogy jövő élek, mert... Tedd fel a kérdést. Az, az, az erről szó, ezt, ezt érzed-e? Mert ugye egyébként azok a zenekarok Magyarországon még, akik ezt a hagyományt képviselik, megviszik, megvitték, és most nem az élésről beszélek. <gül> <gül> Aminek ugye a neve el kell, hogy hangozzék. De hogy mondjuk az utóbbi 25 évben küzdenek azzal, hogy szintet, szintet lépjenek a népszerűségben és a hallgatottságban. Azok a zenekarok, akik ezt a hagyományt viszik tovább. Ez volt a mondás. Igen, tehát ö, ö, én amikor ugye elkezdtem ö, járni koncertekre, gimiskoromba, akkor, akkor az élő rockzene, akkor az volt az alternatív zene. Hogy mire volt alternatíva, azt nem tudom a médiából folyó szarra, ami nagyon hasonlított a mostani állapotokhoz. E, e, aztán valahogy, valahogy, megtalálta a közegét. Nem tudok erre válaszolni, mert valahol én is ennek az alternatív szcénának, vagy, ami a kedvencem a réteg zenének vagyok a képviselője, ahol ott pop táplálkozik. Én nekem nem, nem célom meg ilyet, ilyet látni mástól, vagy nem, nem vágyam ilyet látni mástól. Nem vágyad ilyet csinálni? És nem nem feltétlenül vágyam kulturális értelemben ilyet csinálni. az Arra nincs ráhatásom. Tehát ö, én, ami, mondjuk ha ha saját magamról van szó, én arra vágyom, hogy a befektetett energia az megtérüljön. Szeressék, amit csinálok. És én is szeressem csinálni, ez utóbbi néha nehéz. Ö, ö, az, hogy, hogy egy ilyet létrehozzak, az, az már egy rajtam kívül álló dolog. Nekem az a feladatom, hogy, hogy megtaláljam a legtisztább forrást magamban ahhoz, hogy, hogy közöljek, hogy elmondjam, amit el szeretnék mondani, és jó csapattal és jó önkritikával létrehozzak jó zenét az nem az én feladatom lesz eldönteni, hogy az 2018-9 év lemeze, vagy a 2010-es évek legérvényesebb valamie. Biztos, hogy nagyon sok minden múlik rajtam, de nagyon sok minden múlik a közegen is. Akkor egy tanácsot tudok adni. Bátorság. Köszönöm, elfogadom, viszem magammal haza.